Köszöntöm a Telena magazin nézőit! Az 1956-os forradalomra emlékeztek meg Tolnán a Hősök terén. Először a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tanulói adták elő műsorukat, majd Horváth István a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet. Az ünnepség zárásaként a város vezetője és a társadalmi szervek képviselői koszorúzták meg a Hősök terén álló emlékművet. Valaki mondja meg, kinek kell innen, valaki mondja meg, kinek nem. Valaki mondja meg, ki hova érhet, milyen az íze az élet vizének. Valaki mondja meg, a hosszú évek miért tűnnek úgy, mint egy pillanat. Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt, valaki mondja meg, hol van. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tanulóinak műsorával kezdődött az 1956-os forradalom megemlékezése Tolnán a Hősök terén. A diákok zenés műsorral és versekkel idézték fel az októberi eseményeket. Az idei évben 40. alkalommal ünnepelhetjük nemzeti ünnepként október 23-át. A műsort követően Horváth István a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet. Az 1956-os népfelkelés Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalom és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Az október 23-a a magyar történelemben ilyen kettősséggel van meg. Kicsit ilyenkor szomorkodunk, pedig az akkori fiatalok, az akkori forradalmárok, az akkori átlagos magyar emberek, akik felázadtak annak érdekében, hogy szabadon akarnak dönteni a sorsukról, ezt a napot igazi népünnepéként ünnepelték meg. Hiszen győzött az emberi tartás, győzött a bátorság és győzött az igazság. Sajnos a szovjet túlerővel szemben nem sokáig tudtuk tartani ezt az állapotot, de mindenféleképpen ez a nap, ez belevésődött nem csak a magyar történelembe, hanem mindenhol a világon, ahol a szabadságjogokról beszélnek, a 1956. október 23-a az igazi példaképpé vált, gyakorlatilag szinonimája volt a szabadságnak és az emberi bátorságnak és hősiességnek. Horváth István beszédében úgy fogalmazott, hogy a magyarok azt akarták, ami minden emberi életméltóságához hozzátartozik, vissza akarták kapni a saját sorsukat, vissza akarták kapni a saját jövőjük feletti döntésszabadságot. 1956. október 23-án mindent elsöprő erővel tört fel az életösztön a magyar emberekben. Olyan erősen tört fel, hogy a világ is beleremegett, és népek sora nézte néma csodálattal a magyarok bátorságát. Magyarország meggátolhatatlan erővel fejezte ki a szabadság iránti elkötelezettségét, a szabadságba vetett hitét és a szabadság iránti vágyát. Egy kis ország nekitámadta a világ egyik a legnagyobb hadseregének, hogy megvédje a hazáját. Interjúnkban Horváth István, a térség országgyűlési képviselője kitért arra is, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy a fiatalok is elmélyedjenek a magyar történelem az 1956-hoz hasonló eseményeiben és részt vegyenek a megemlékezéseken. Elsősorban, amikor a nemzet ünnepeinket ünnepeljük és összejövünk egy kicsit nagyobb áhítattal, végig gondoljuk a jelenünket, a múltunkat és a jövőnket, akkor fontos, hogy ezek az emblematikus napok, ami az október 23-át is szimbolizálja, erről a mai fiatalok teljes egészben tisztában legyenek, hiszen úgy lehet csak egy egészséges nemzetet már lelki értelemben építeni, ha tisztában vagyunk a múltunkkal. Ugye Széchenyi mondta azt, hogy Magyarország volt, van és lesz, de ezt csak úgy tudjuk fenntartani, hogyha megfelelő tisztelettel vagyunk az elődeink iránt, és azt a fajta örökséget, amit átveszünk nem csak a szüleinktől, hanem a nemzetünk valamennyi korábban hősies polgárától, ezeket tovább tudjuk vinni, ezeket az értékeket, és ezek a nemzeti ünnepek, ezek ilyen abroncsként tartják össze nem csak a itt mond kis Magyarországon lévő magyarságot, hanem a világon bárhol lévő magyarokat, hiszen ezek a megpróbáltatások, amelyeket elődeink
64 évvel ezelőtt az életük árán, életüket feláldozva is ezeket a megpróbálásokat, amiket megéltek, ezeket mi későbbiekben lelkileg ismét meg kell, hogy éljük pont azért, hogy egy egészséges nemzetet tudjunk a jövő számára építeni. Az ünnepség lezárásaként a város vezetői, a társadalmi szervek és intézmények képviselői koszorúzták meg a Hősök terén álló emlékművet. Értékelte az elmúlt évben végzett tevékenységét a Tolnai Német Önkormányzat. A koronavírus járvány miatt számos tervüket módosítani kellett, így elmaradtak rendezvények. A jövő nagy feladata a Német Alkotóház épületének renoválása lesz. Számos rendezvényről kellett lemondani a koronavírus járvány miatt, ennek ellenére a háttérben komoly munka folyt. Értékelte az elmúlt egy esztendőt Fülöp Mónika, a Német Önkormányzat elnöke. Lefordítottuk Laszlovszky Imre bácsi könyvét, ami a mőzsi kitelepítésről szólt. Tervezzük, hogy ezt ki is adjuk könyv formájában. Aztán a város önkormányzatával kötöttünk egy megállapodást. Átadta használatra az önkormányzat a Mözsön a Szent István utcában álló volt iskola napközit. Ebből mi egy német alkotóházat szeretnénk létrehozni. Pályáztunk is, 1 millió forintot már nyertünk az átépítésére, felújítására, illetve egy pályázatnak az eredményére várunk, ahol 10 millió forintot szeretnénk kapni, és így akkor el tudjuk kezdeni az épületnek a felújítását, ami egy újabb lépést jelent majd az önkormányzat életében. Egy olyan alkotóházunk lesz, ahol üléseket tudunk tartani, és a németségnek lesz egy találkozó helye. A házat majd otthont a német kluboknak és a város egyéb civil szervezetei is használói lehetnek az épületnek. Az utánpótlás nevelésnek szeretnénk első körben helyet adni, tánctanítást szeretnénk elkezdeni, tánccsoportot szeretnénk létrehozni, illetve egy énekkart is, amit az előző közmeghallgatáson is már elmondtunk. Szeretnénk egy ifjúsági énekkart itt Tolnán, és ott szeretnénk annak is helyet adni. Az önkormányzat 600 ezer forint értékben 7 elsősorban az oktatási intézményekben működő civil szervezetnek nyújtott támogatást szakmai munkájukhoz. Meg tudtuk rendezni a Blickpunkt kiállítást, ami nagy érdeklődésre tartott számon. A jövő esztendőről szólva Fülöp Mónika azt mondta, szeretnék a Schwabbát mindenképpen megrendezni és folytatni a megkezdett projekteket, de minden kétséget kizáróan a legtöbb energiát az alkotóház megépítésére kell majd fordítani. Már felvételi vizsgát kellett bevezetni a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumba, olyan sokan jelentkeztek tavaly az elsősorban humán tantárgyakról és egyéni bánásmódról ismert intézménybe. Az iskolában online felvételi előkészítő foglalkozásokat tartanak a leendő diákok számára. Továbbá november 14-én nyílt napon ismerkedhetnek meg az érdeklődők az intézménnyel. Írják az őszi angol előrehozott írásbeli érettségi feladatsort a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tanulói. 5 osztályteremben osztották el a vizsgázókat a járvány miatt. Novotné Bán Erzsébet azt mondja, tanítás nélküli munkanapot kellett elrendelnie az intézményben az érettségizők magas száma miatt. Ez szerinte jól mutatja, hogy az idegen nyelvoktatás az egyik erőssége a gimnáziumnak. A nyelvoktatás az egyik olyan erősségünk, amire építeni lehet azoknak a diákoknak, akik szeretnének tovább tanulni majd, hiszen a nyelvvizsga már egy követelmény lesz a továbbtanulás szempontjából. A 4 évfolyamos tagozatra jelentkezők nem csak az angol, hanem a német nyelvet is választhatják első idegen nyelvként, és az első idegen nyelvet tanulják mind a 2 tagozaton emelt óraszámban, ez a magyarázat annak, hogy el tudnak jutni az előrehozott érettségig.
Egyre többen jelentkeznek az elsősorban humán tantárgyakról, egyéni bánásmódról, tehetséggondozásról, magasan kvalifikált tanári karáról, bensőséges közösségi programjairól ismert Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumba, ezért felvételi vizsgát vezettek be. A hozzánk jelentkezőknek felvételi vizsgát kell tenniük. Nagyon sok középiskolában ez már követelmény, és tavaly olyan sokan jelentkeztek, hogy úgy gondoltuk, hogy talán így igazságosabb lenne, ha a tanulmányi eredmény mellett felvételi vizsgát is tennének, központi felvételi vizsgát matematikából és magyar nyelvből. A 6 évfolyamos gimnáziumba, 6 évfolyamos tagozatra és a 4 évfolyamos tagozatra jelentkezőknek is felvételi vizsgát kell tenniük. Most annak érdekében, hogy ez jól sikerüljön, és tényleg ne egy ilyen kudarcélmény legyen, hanem inkább egy sikerélmény legyen, ennek érdekében online felvételi előkészítőt szerveztünk. Már el is kezdődött, volt már több foglalkozás, külön a 6 évfolyamos tagozatra jelentkezőknek, és külön a 4 évfolyamos tagozatra jelentkezőknek. Tavasszal kipróbáltuk a Zoomot, ez az új platformot, és egészen jól működött, úgyhogy most ezen keresztül próbálják a kollégák segíteni a felkészülést. Írásbeli felvételi vizsga lesz matematikából és magyar nyelvből, illetve a 6 évfolyamos tagozatra jelentkezők számára szóbeli vizsga is, ez majd március folyamán. Az írásbeli vizsgára december 4-éig kell majd jelentkezni, ezt az iskola honlapján fogjuk közzétenni. Nagyon igyekszünk figyelni arra, hogy a gyerekek mindenféle értelemben jól érezzék magukat a bőrükben és az iskolában, tehát azt gondolom, hogy olyan a légkör az iskolában, ami lehetővé teszi, hogy tényleg kibontakozhasson a diák, és tényleg megtalálhassa azt, amiben jó. Ez hát a jövőjük szempontjából egyáltalán nem mindegy, és megpróbáljuk őket azzal is támogatni, bár ez most a jelen körülmények között a járványhelyzetben ez nagyon nehéz, hogy mindenféle más információt is kapjanak. Tehát az iskolán kívülről is érkezzenek olyan információk, amelyeknek a segítségével meg tudják találni, helyüket tudnak dönteni. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban november 14-én reggel 8 órától 11 óráig nyílt napot tartanak, ahol az érdeklődő szülők és gyerekek további információkat tudhatnak meg az intézményben folyó munkáról, az ottani légkörről, valamint a tanórán kívüli programokról. Most rövid reklám következik, maradjanak velünk! Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Épít, átalakít vagy felújít? Akkor keresse a Kádzi építőanyagot Tolnán. Ha a festéket, vakolatot, szerszámot keres, a legjobb választás a Bitomaszi Kft. Tolnán, a Bajcsi utca 22 szám alatt. Nálunk mindent megtalál, amire házának szüksége lehet. Homlokzati hőszigetelő rendszerek, vakolatok, festékek, akár helyszíni színkeveréssel is. Emellett lazúrok, zománc festékek, szerszámok nagy választékával várjuk. Több mint 100 négyzetméteres bemutató termünkben tapéták, bordűrök, ármennyezett lapok színes kínálatából is válogathat. Forgalmazunk kötőelemeket, barkácsoláshoz szükséges szegeket, tipliket, csavarokat, fúrószárakat. Ne feledje, színt viszünk az életébe. Szolgáltatásaink személyre szabott árajánlat készítés, szaktanácsadás, helyszínre szállítás. Nézzen be hozzánk, érdemes, Kádzi festéküzlet Tolnán a Hősök terével szemben.
Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tehergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint. Ünnepi misét tartottak a tolnai katolikus templomban, II. Szent János Pál pápa megválasztásának és beiktatásának évfordulója alkalmából. Két a pápát ábrázoló szobor érkezett a templomba, amelyeket Szent Mise keretein belül áldott meg Ravasz Csaba plébános. Kérünk, áld meg, és szenteld meg ezt a Szent Pápát ábrázoló szobrot. Segíts jóságosan azokat a szolgáidat, akik Szent II. János Pál pápát itt tisztelik Tolnán, hogy a hit és a jámborság útján haladva Szent Fiat képmására igyekezzenek átalakulni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Szent II. János Pál pápa szobrát szenteli fel Ravasz Csaba plébános. Az ünnepi misét a pápa megválasztásának és beiktatásának évfordulója, illetve a két őt ábrázoló szobor megáldásának alkalmából tartották. Két szobrunk is van a Szent Pápáról. Van egy kisebb és egy nagyobb, amit egy felajánlásból, adományból került ide igazából, és valójában erre az úgynevezett pápás misére jó magam már 2. április készültem. Ez még ott annak az időszaka volt, amikor karanténban voltunk a pandémia miatt. Nem lehetett nyilvános miséket celebrálni, tehát ez a terv ott akkor meghiúsult. De ugyanakkor a Szent Pápának éppen most ősszel, október közepe tájékán van a megválasztásának és a beiktatásának az évfordulója, ami 78-ban történt, október 18 meg 22-én. És most, mivel hát szájmaszkkal, de lehet jönni szentmisékre, így került át ebbe az őszi időszakba, és az ő évfordulóját követő vasárnapra ez az ünnepi szentmisénk. A két szobor közül egyik sem marad a templom falain belül. Az atya a nagyobb fagyálló anyagból készült, embernagyságú alkotást szeretné, ha a templom környékét vagy Tolnaváros közterét díszítené. Míg a kisebb 90 cm-es szobor a plébánia nagy termébe kerül elhelyezésre, mivel szerinte a közösségi élet minden fóruma ott zajlik, majd a helyiséget átkeresztelnék Szent II. János Pál pápa termének. Ebben a szentmisében mi mindenképp szeretnénk ezeket a szobrokat megáldani, és ahogy otthon is, ha van fénykép, van valami, nem tudom én, egy sportolónak valami érme, és kirakja, és sok mindenre emlékezteti, munkára, dicsőségre, sikerre, és sok mindenre. Azt gondolom, hogy a Szent Pápánknak a szobra is mindenképp egyfajta figyelmeztetés számunkra is, hogy föl lehet rá tekinteni. Van az a példa kép, amit ő mutatott, hogy mi magunk is egy ilyen úton járjunk. És nyilván, hogy évközi vasárnap lenne, amúgy zöld szentmisét, zöld miseruhában miséznék. Most ez az apropó azért mégiscsak arra ad alkalmat, lehetőséget, hogy szentmisében az elmélkedés is azért jó részt a Szent Pápa életéből, tanításából merítsük. Az a hatalmas lelkesedés, amivel a világ fogadta,
sok mindennek volt köszönhető. Nyilván volt egy kedves egyénisége, egy adottsága. De ott volt a mindenre való nyitottsága, bölcs határozottsága, odaadottsága, a fiatalok nyelvén való kommunikáció, a tudományokban való jártasság. Ő benne egy világos, érthető és szerethető jel tűnt föl a világ előtt. Szent II. János Pál pápában Krisztus közelségét érezte a világ. Azt gondolom, hogy látva az ő életét, ami már aztán az öregségbe, betegségbe is bele-bele hajlott, hogy ezt is méltósággal tudta megélni. Mai ember is sok mindenben érdemes, hogy odafigyeljen éppen őre. 1920-ban, május 18-án éppen 100 éve született Szent II. János Pál pápa. Élete során kétszer látogatott el Magyarországra, 1991-ben a Pécsi Egyházmegyében is járt. Különleges zenei élményben lehetett részük azoknak, akik kilátogattak a tolnai Holduna partjára szombaton. Olyan muzsikusok szolgáltatták a szórakozást, akik egy különleges hangszerrel, a haranggal idézték meg a zeneirodalom legszebb melódiáit. Ez az öt muzsikus egy kis településen, Besnyőnél. 2004-ben alapították a Szironta zenekart. Kezdetben népzenével foglalkoztak, majd csengettyű zenekarrá szerveződtek. Ma olyan hangszerparkkal rendelkeznek, mely Európában is ritkaság. Évente több mint 50 koncertet adnak, játszottak már a parlamentben, számos templomban, de felléptek a nemzetközi operagálán is. A harangjáték különleges technikát igényel, mondja Sólyom Balázs, az együttes vezetője. Hogy ugye ezek hosszan, tehát hogyha megütöm, akkor utána hosszan zengenek, és tartja az adott hangot a hangszer, és ugye ezért lehet akár tartott hangokat is játszani meg. Ezeknek a csengőknek, illetve harangoknak, úgy mondom inkább, az a különlegessége a magyar társaihoz képest, hogy szabályozott az ütőszerkezet. Tehát, hogy a bennük lévő harangnyelv az kizárólag egyetlen irányba tud megszólni, tehát, hogyha megfordítom a harangot, akkor a harang néma marad. Ez nem azért jó, mert így akkor lehet haknizni vele, és CD-ről a pult alól játszani, hanem azért, mert hogyha a harangot elfordítva veszem föl, akkor a zenész képessé válik arra, hogy egymástól függetlenül szólaltassa meg a két harangot. Ez teszi lehetővé azt, hogy öt zenész is el tudjon játszani olyan zeneműveket, amelyben akár 25-30 különböző hang is van, hiszen egy kézben akár 4, egy zeneműben meg akár 8-10 különböző hang is megszólalhat, pont ennek a technikának köszönhetően. Hát így szól, ha több zenész is rázza egyszerre a harangot. Sólyom Balázs úgy fogalmaz, olyan ez, mintha úgy kéne verset mondani, hogy mindenki csak egy betűt mond el a szövegből, kellő hosszúságban kitartva a hangokat. Nagy odafigyelést és logisztikát követel, ki, mikor, melyik hangszerhez nyúljon. Nekünk az a célunk és az a feladatunk, hitvállásunk, hogy ezeket a hangszereket önálló hangszerként bemutassuk. Persze mi sem mondunk nemet
együttműködésekre, de alapvetően önállóan egyedül koncertezünk ezekkel a harangokkal. Persze nagy zenekari felállásban kísérő hangszerek vagy egyéb dallamjátszó hangszerként jelennek meg, de mi a mai koncerten is csak harangot fogunk a kezünkbe, és csak harangok segítségével fognak megszólalni azok a dallamok, amelyeket választottunk. Számos zeneműben találunk harangszólamot, illetve ilyen haranghoz hasonló csőharangra írt szólamokat, amelyeket a harangokkal el tudunk játszani. A harangnak nincs nagy történelme. Alig 100 éves hangszerről beszélünk, így kevés zeneszerző tudott még abban gondolkodni, hogy kézi harangokra írjon zeneműveket, ezért inkább átiratokból dolgozunk. A mi repertoárunkban is van népdal, és van kicsikét könnyedebb, mondjuk lambada-szerű dallam, vagy akár maga a lambada is, tehát elég széles spektrumban meg tudunk szólaltatni zeneműveket, de alapvetően a klasszikus zenére koncentrálunk. Minden egyes harang különböző hangra van hangolva az 5 oktávon belül. Annyira tökéletesen hangoltak ezek a harangok, hogy nem csak az alaphangjaik, hanem a felhangok is behangolásra kerülnek a gyártás során. Ez egy elég különlegessége a forgástestből készülő hangszereknél, hogy figyelnek kifejezetten arra, hogy az alaphanghoz a felhangok is szépen együtt zengve szóljanak. A magyar csengők azok egy préselt harangok. Az amerikai handbellek ezek öntvényharangok, egész más a karakterisztikája. Míg a magyar csengők azok csilingelnek, addig ezek az öntvényharangok, mint ahogy a koncerten is hallható, inkább orgona sípszerűen szólalnak meg, tehát hogy egy ilyen hosszan tartott zengő hangot adnak. Természetesen mind a két hangszer más. Lehet mondani, hogy a magyar csengőkkel el lehet kezdeni a csengettyűs pályafutását egy-egy zenésznek, és aztán utána fel tud fejlődni az amerikai harangokra, de ez ebben a formában nem teljesen igaz, mert a magyar csengő is alkalmas arra, hogy komoly zeneműveket adjunk elő, tehát az a legjobb kifejezés, hogy más a két hangszer, csak egy kicsikét hasonlítanak. Hazánkban számszerűen talán 4-3-4 együttesről van nekünk is tudomásunk, akiket ismerünk, tartjuk is a kapcsolatot, sőt, szoktunk közösen zenélni is velük. Csengettyű együttesből már egy picikét több, ott már 30-40-es a darabszám, hogyha ilyen csúnya szóval kell kifejezni, de az folyamatosan azon dolgozunk, hogy legyen utánpótlás, és egyre többen lássák be, hogy ez is egy érdekes, értékes zenei műfaj, és kezdjenek el harangozni, és megmutatni a közönség, hogy mire is képes ez a hangszer. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!